26. fejezet. Az óriás újra színre lép. Baltimore külvárosában bérkocsi állt meg az egyik régi módi lakóépület előtt. 40 körüli határozott és szabályos arcú, megtermett férfi szállt ki belőle. Kifizette és elbocsátotta a sofőrt. Egy perc múlva az utas már be is lépett a régi, meghitt otthon könyvtárába. Á, Mr. Kemmler! Kiáltott fel egy idős férfi. Felemelkedve a látogató üdvözlésére indult. Jó estét, drága professzor úr! Kiáltotta a férfi, és szívélyesen kezet nyújtott. Ki engedte be? Kérdezte a professzor. Esmeralda. Akkor bizonyára közölni fogja Jane-nel a hírt, hogy ön itt van, mondta az idős férfi. Nem, professzor úr, felelte Kemmler. Én ugyanis elsősorban önhöz jöttem. Ó, micsoda megtiszteltetés, mondta Porter professzor. Professzor úr, folytatta Robert Kemmler, megfontoltam, mint aki minden egyes szavának nyomatékot akar adni. Azért jöttem ma este, hogy Jane-ről beszéljek önnel. Ön tudja, mik a szándékaim, és volt szíves lányának tett házassági ajánlatom ügyében mindig is támogatólag nyilatkozni. Archimedes Q. Porter professzor nyugtalanul fészkelődött a karosszékében. A téma mindig is kényelmetlenül érintette. Nem is értette, hogy miért. Kemmler remek partinak számított. Jane viszont, folytatta Kemmler, őt egyszerűen nem értem. Hol ezzel, hol azzal az ürüggyel, de mindig kitér a válasz elől. Örökké az az érzésem, hogy megkönnyebbülten sóhajt fel, akárhányszor csak elbúcsúzom tőle. Na-na, mondta Porter professzor. Na-na, Mr. Kemmler. Jane felettébb szófogadó lány. Meglátja, pontosan azt fogja tenni, amit mondok neki. Vagyis továbbra is számíthatok a támogatására? Kérdezte Kemmler némi megkönnyebbüléssel a hangjában. Hát persze, uram, hát persze, kiáltott föl Porter professzor. Nem is értem, hogyan kételkedhetett ebben. Tudja, itt van ez az ifjú Clayton, hozakodott elő a témával Kemmler. Hónapok óta körülötte legyeskedik. Nem tudom, hogy Jane érdeklődését felkeltette, de a nemesi címe mellett most még igen tekintélyes birtokot is örökölt az apjától. Nem volna semmi különösebben, ha végül is megnyerni a szívét, ha csak... Azzal Kemmler elhallgatott. Na-na, Mr. Kemmler, ha csak... Micsoda? Ha csak ön azt nem kívánja, hogy Jane és én azonnal házasodjunk össze. Mondta Kemmler lassan és tagoltan. Felhívtam már Jane figyelmét, hogy ez igencsak kívánatos volna, mondta szomorúan Porter professzor. Nem vagyunk többé abban a helyzetben, hogy fenntarthassuk ezt a házat, és az ő társadalmi igényei szerint élhessünk. És mit válaszolt? Kérdezte Kemmler. Azt mondta, hogy egyelőre senkihez nem kíván férjhez menni, felelte Porter professzor, és hogy elköltözhetnénk északra Wisconsinba. Élhetnénk azon a farmon, amelyet az édesanyja hagyott rá. A kisbirtok valamivel többet jövedelmez, mint amennyit a fenntartása felemészt. A bérlők mindig is megértek belőle, sőt, emellett minden évben küldeni tudnak valami jelentéktelen összeget Jane-nek. Úgy tervezi, hogy a jövő hét elején utaznánk fel oda. Villander és Mr. Clayton már el is indult, hogy minden rendben legyen, mire megérkezünk. Clayton oda ment, kiáltott fel Kemmler szemmel láthatólag bosszusan. Miért nem szóltak nekem? Igazán örömest elutaztam, és minden tekintetben gondoskodtam volna a kényelmükről. Jane úgy véli, hogy már így is túlságosan lekötelezettjei vagyunk önnek, Mr. Kemmler, mondta Porter professzor. Kemmler már válaszolni készült, amikor lépteket hallott odakintről a hal felől. Jane lépett be a szobába. Ó, elnézést kérek, kiáltott fel, és megállt a küszöbön. Azt hittem, egyedül vagy, papa. Csak én vagyok itt, Jane, mondta Kemmler, és felkelt a helyéről. Jöjjön, tartson velünk egy kis családi beszélgetésre. Éppen magáról volt szó. Köszönöm, mondta Jane, és leült a székre, amelyet Kemmler tett oda neki. Csak azt akartam mondani a papának, hogy Toby holnap lejön a kollégiumból, és összepakolja a könyveket. Szeretnélek figyelmeztetni, hogy tétes félre mindent, amire őszig nincs feltétlenül szükséged. Légy szíves, ne hozd el az egész könyvtáradat Wisconsinba. Afrikába is legszívesebben magaddal vitted volna, ha nem állok a sarkamra. Toby itt volt? Kérdezte Porter professzor. Igen, épp most vártam el tőle. Jelenleg vallásos élményeiről folytat eszmecserét Esmeraldával a hátsó verandán. Na-na, azonnal beszélnem kell vele, kiáltotta a professzor. Bocsássatok meg egy pillanatra, gyermekeim. Azzal az idős férfi kisietett a szobából.
Mihez halló távolságon kívül került, Kenler odafordult Janehez. Hallgasson ide, Jane, mondta nyersen. Meddig akarja még halogatni ezt a dolgot? Nem mondta azt, hogy nem jön hozzám feleségül, de ígéretet sem tett rá. Én holnap megszerzem az engedélyeket. Nyugodtan összeházasodhatunk, mielőtt elutazik Wisconsinba. Nem vagyok híve annak, hogy nagy hűhót csapjunk. Biztos vagyok benne, hogy maga sem. A lánynak megfagyott a vér az erejében, de azért bátran felemelte a fejét. Tudja, hogy az édesapja is így jóhajtja, tette hozzá Kenler. Igen, tudom. A lány jóformán suttogva válaszolt. Tisztában van vele, Mr. Kellner, hogy ön voltaképpen megvásárol engem? Mondta végül fagyos kimért hangon. Pár rongyos dollárért egyszerűen megvesz. De hát persze, hogy ön tudja ezt, Robert Kellner, hiszen épp ez a reménybeli eshetőség járt az agyában, amikor kölcsön adta a papának a pénzt ahhoz a hajmeresztő kalandhoz, amely meglepő módon akár sikerrel is végződhetett volna, ha nem jön közbe az a rejtélyes história. Ezen persze ön lett volna legjobban meglepve, Mr. Kellner. El sem tudta képzelni, hogy a vállalkozás sikerrel járhat. Ön ehhez túlságosan is jó üzletember. Hogy adott volna másként kölcsönpénzt elrejtett kincsek felkutatásához? Hogy kölcsönzött volna biztosíték nélkül, ha csak nincs erre valami különleges oka? Nagyon jól tudta, hogy ha nem kér biztosítékot, sokkal inkább megbízhat a Porter család becsületébe, mint különben. Tudta, ez a legjobb módja annak, hogy a kényszer látszata nélkül beleerőltessen engem ebbe a házasságba. Soha nem hozta szóba azt a kölcsönügyét. Más férfiaknál én ezt nagyvonalú nemes jellem megnyilvánulásának tekinteném. De maga, Mr. Kenler, maga kivétel. Sokkal jobban ismerem én magát, mint hinné. Minden bizonnyal feleségül fogok menni magához, ha nem lesz más kiút, de azt akarom, hogy értsük meg egymást egyszer s mindenkorra. Míg Jane beszélt, Robert Kenler váltakozva hol elpirult, hol elsápadt. Amikor a lány elhallgatott, felállt és cinikus mosollyal azt mondta. Meglep a viselkedése, Jane. Több önuralmat, több büszkeséget tételeztem fel magáról. Természetesen igaza van. Valóban megvásárolom, és tudom, hogy magad ezzel tisztában van. Persze azt hittem, inkább úgy tesz majd, mintha másként állna a dolog. Úgy gondoltam, az önbecsülése a porterek büszkesége miatt vissza fog riadni attól, hogy akár csak önmaga előtt is elismerje. Igenis, pénzem vett asszony lesz. De hát, ha így akarja, legyen így, tette hozzá könnyedén. Az enyém lesz, és engem ezen kívül nem is érdekel más. A lány szó nélkül megfordult és távozott a szobából. Amikor Jane apjával és Esmeraldával együtt elindult a kis Wisconsini farmra, az esküvőre nem került sor. Amikor a lány, miközben a vonat kigördült az állomásról, hűvös Isten hozzádot mondott Kenlernek, a férfi azt kiáltotta, hogy egy-két héten belül utánuk megy. Az állomáson Clayton és Mr. Philander várta őket. Az előbbi hatalmas túraautójában hamarosan már robogtak is a sűrű északi erdőségeken keresztül, a kis farm felé, ahol a lány gyerekkora óta nem járt. A lakóépület, amely egy kis magaslaton állt, pár száz yardnyira a bérlőházától, teljesen átalakult az alatt a 3 hét alatt, amelyet Clayton és Mr. Philander ott töltött. Clayton seregnyi ácsot, kőművest, vízvezetékszerelőt és festőt verbúvált a távoli városból. Így abba a roskatag építményből, amely érkezésükkor fogadta őket, mostanra meghitt kétszintes házat varázsolt. Minden olyan modern kényelmi berendezéssel ellátta, amivel ilyen rövid idő alatt csak lehetett. – Jaj, Mr. Clayton, mit csinált? – kiáltotta Jane Porter elszoruló szívvel, amikor rájött, micsoda költségekbe verte magát a férfi. – Psst! – súgta oda Clayton. – Ügyeljünk, hogy az édesapja ne sejtsen semmit. Ha nem szól neki, soha észre nem veszi. Én pedig egyszerűen nem vettem volna a lelkemre, hogy abba a rettenetes koszba és piszokba éljen, amely Mr. Philandert és engem fogadott. Igazán semmiséges, Jane, ahhoz képest, amit adni szeretnék. Az ő kedvéért kérem, ne említse előtte a dolgot. De hát tisztában van vele, hogy nem fogjuk tudni mindezt visszafizetni önnek? Kiáltotta a lány. Micsoda rettenetes lekötelezettség ez nekem. Ezt akarta? Jaj, dehogy, Jane, mondta Clayton szomorúan. Ha csak őről lett volna szó, higgy el, nem tettem volna meg. Kezdettől fogva tudtam, hogy csak magamnak ártanék vele az ön szemébe.
De el nem tudtam képzelni, hogy ez a drága öreg ebben abban az óduba lakjon, amit itt találtunk. Higgy el, kérem, hogy valóban csak ő miatta tettem. Hagyja meg nekem legalább ezt a kis örömet. Rendben van, Mr. Clayton, mondta a lány. Elég nagy vonalúnak és nemes lelkűnek ismerem ahhoz, hogy elhiggyem, valóban miatta tette. És Cecil bárcsak érdeme szerint viszonozhatnám a jóságát úgy, ahogyan ön szeretné. És miért nem teheti, Jane? Mert más szeretek. Kellert? Nem, de feleségül megy hozzá, legalábbis ezt mondta nekem, mielőtt elutaztam Baltimoreból. A lány arca megvonaglott. Nem szeretem őt, válaszolta szinte büszkén. Akkor a pénz miatt, Jane? A lány bólintott. Ezek szerint én még annyira se vagyok kívánatos partner, mint Kenler? Nekem van pénzem elég, még sokkal több is, mint amennyire bárkinek szüksége lehet, mondta keserűen. Nem szeretem ön, Cecil, mondta a lány, de nagyra becsülöm. Ha már az a gyalázat ér, hogy ilyen alkut kell kötnöm egy férfival, akkor legyen az illető inkább olyan, akit amúgy is megvetek. Undorodnék attól a férfitől, akinek szerelem nélkül eladom magam, bárki is az. Ön boldogabb lesz, mondta befejezésül. Egyedül, de tudva azt, hogy becsülöm és a barátomnak tartom. A férfi nem erőltette tovább a dolgot, de ha valaha is valaki lélekben gyilkolni akart, hát William Cecil Clayton, Greystock lordja, akkor bizonyosan, amikor egy héttel később duruzsoló hangú, hathengeres autójával Robert Kenler állt meg a ház előtt. Eltelt egy hét. Egy feszült, eseménytelen, de kellemetlen hét a Wisconsini farmház valamennyi lakója számára. Kenler kitartotta mellett, hogy Jane azonnal menjen hozzá feleségül. A lány végül merő undorból és azért, hogy megszabaduljon végre az örökös és visszataszító zaklatástól, beadta a derekát. Abban állapodtak meg, hogy Kenler másnap bemegy a városba, és az engedéllyel meg egy pappal tér vissza. Clayton távozni akart, mihelyt bejelentették a tervet, de a lány fáradt, csüggett tekintete visszatartotta. Egyszerűen nem volt képes magára hagyni. Hát, ha történik még addig valami, próbálta magát gondolatba megvigasztalni. A szíve mélyén jól tudta, annyira gyűlöli Kenlert, hogy csak egy szikra kell, és fellobban benne a gyilkolás vágya. Másnap kora reggel Kenler útra kelt a város felé. Keleten alacsonyan szállongó füst látszott az erdő felett, mert már egy hete nem messze tőlük tűzvész tombolt. De a szél továbbra is nyugatról fújt, és így nem fenyegette őket veszély. Délfelé Jane sétálni indult. Visszautasította Clayton ajánlkozását, hogy elkíséri. Egyedül akart maradni, és a férfi tiszteletben tartotta óhaját. A házban Porter professzor és Mr. Fillander valamilyen súlyos tudományos probléma elmélyült taglalásával volt elfoglalva. Esmeralda a konyhában szundikált. Clayton pedig, akinek az álmatlan éjszaka után minduntalan lecsukódott a szeme, ledőlt a nappaliba lévő díványra. Hamarosan nyugtalan álomba merült. A fekete füstfellegek keleten egyre magasabbra szálltak az ég felé. Egyszer csak kavarogni kezdtek, majd sebesen nyugat felé sodorta őket a szél. Egyre közelebb és közelebb szállt a füst. A bérlőházának lakói elmentek a városba, és így senki sem volt, aki észrevette volna a veszedelmes lágok gyors közelettét. A tűz hamarosan átcsapott az úton, és ezzel elvágta Kenler számára a visszatérés lehetőségét. A szélirány rövid ideig tartó változása következtében az erdőtűz most észak felé terjedt. Rövid idő múlva a szél visszafelé kezdett el fújni, és a lángok egy helyben lobogtak tovább. Mintha valamilyen hatalmas kéz tartotta volna őket pórázom. Északkelet felől egy fekete autó közeledett robogva a házhoz. Nagyot zökkenve megállt az épület előtt. Fekete hajú óriás ugrott ki belőle, majd felrohant a teraszra. Onnan megállás nélkül berontott a házba. Megpillantotta a díványon heverő Clayton. Először meglepődött, de aztán egyetlen ugrással az alvó mellett termett. Durván megrázta a vállát, és ezt kiáltotta. Úristen, Clayton, hát itt mindenki megőrült. Nem tudják, hogy a tűz majdnem teljesen bekerítette magukat? Hol van Miss Porter? Clayton talpra ugrott. Nem ismerte meg a másikat, de a szavait értette, és egyetlen ugrással a verandán termett. Szent Isten, kiáltotta. Jane! Jane, hol van? Esmeralda, Porter professzor és Mr. Fillander egy pillanat alatt csatlakozott a két férfihez. Hol van Miss Jane? Kiáltotta Clayton, és megragadta Esmeraldát.
Ó, Gabriella, Mr. Clayton, hát elment sétálni egy kicsit. Nem jött még vissza? Azzal Clayton a választ meg sem várva kicsörtetett az udvarra. A többiek követték. Merre felé ment? Kiáltott rá Esmeraldára a fekete hajú óriás. Azon az úton mi? Kiáltott a rémült asszonyság, és délfelé mutatott, oda, ahol a harsogó lángnyelvek magasba emelkedő fala már teljesen elzárta a kilátást. Szálljanak be a másik kocsiba, ordította az idegen Claytonnak. Idefelé jövet, láttam, hogy van autójuk. Az észak felé vezető úton menjenek el innen. Az én kocsimat hagyjuk itt, ha megtalálom Miss Portert, szükségünk lesz rá. Ha nem, úgysem fog többé kelleni senkinek. Tegye azt, amit mondok, szólt erélyesen a tétovázó Claytonnak. Az utóbbi azt látta, hogy a hajlékony testű alak eliramodik, és egy tisztáson átvágva eltűnik észak-nyugat felé, abban az erdőben, amelyet a lángok még nem érintettek. A hátra maradottaknak egytől egyig az a megmagyarázhatatlan érzésük támadt, hogy a férfi óriási felelősséget vett le a vállukról. Egyfajta hallgatólagos bizalom volt ez. Ha még egyáltalán lehetséges, ez az idegen ki fogja menteni Jane-t. Ki volt ez? Kérdezte Porter professzor. Nem tudom, felelt Clayton. Engem a neveben szólított, és nyilván ismeri Jane-t is, mert őt kereste. Esmeraldát is név szerint ismeri. Felettém meghökkentő módon valamiképp ismerős volt nekem, kiáltott fel Mr. Philander. És az Istenért mégis azt hiszem, hogy még sohasem láttam. Na-na, kiáltott Porter professzor. Felettébb különös. Ki lehetett ez az ember? Miért érzem úgy, hogy Jane biztonságban van, amióta keresésére indult? Nem tudnám megmondani, professzor úr, mondta Clayton higgadtan. Csak azt tudom, hogy furcsa mód magam is hasonlóképpen érzek. De induljunk, mert ki kell jutnunk innét, még mielőtt végképp itt rekedünk. Azzal a kis társaság elsietett Clayton kocsija felé. Amikor Jane megfordult, hogy hazafelé igazítsa lépteit, ilyetten vette észre, hogy az erdőtűzfüstje mennyire közel látszik. Ahogy szaporán igyekezett visszafelé, ijegysége már-már pánikba csapott át. Meglátta, hogy a sebesen tóva terjedő, rohanó lángok mindinkább elzárják előle a házhoz vezető utat. Végül kénytelen volt betérni a sűrű bozótba, hogy nyugat felé próbáljon utat törni magának. Hát, ha így kikerüli a lángokat és hazajuthat. Rövid idő alatt kiderült, hogy igyekezete teljesen hiába való. Csak az a reménysége maradt, hogy visszaér a főútra, délnek fordul és a város felé rohanva próbálja menteni az életét. Az alatt a 20 perc alatt azonban, míg visszavergődött az útra, a tűz ugyanolyan tökéletesen elzárta elől a menekülés lehetőségét, mint az imént a házhoz vezető utat. Kis darabon rohant csak tovább az úton, és már is meg kellett állnia. Ott is a lángnyelvek fala emelkedett előtte. Jane tudta, hogy semmi értelme nem volna, ha ismét megpróbálna utat törni magának az aljnövényzeten keresztül. Egyszer megpróbálta, nem sikerült. Tisztában volt vele, hogy percek kérdése az egész, és az észak és dél felé még megmaradt kis terület egyetlen kavargó, hullámzó lángtengerré változik. A láng csendesen letérdelt az útporába, és azért imádkozott, hogy legyen ereje bátran elviselni sorsát, és hogy apja meg barátai megmeneküljenek a haláltól. Hirtelen azt hallotta, hogy valaki hangosan kiáltozza a nevét az erdőbe. Jane! Jane Porter! A hang tisztán és erőteljesen zengett, de nem volt ismerős. – Itt vagyok! – kiáltott vissza. – Itt az úton! A fák ágai között ekkor pillantotta meg azt az alakot, aki olyan sebesen közlekedett, mint a mókus. Egy hirtelen szélőrvény azonban füstfellegeket sodort feléjük, így a lány szem elől tévesztette a feléje igyekvő férfit, de aztán egyszer csak azt érezte, hogy egy erős kar ragadja meg. Felemelkedett a földről, és aztán már csak a szélőkéseket érezte. Meg azt, hogy néha-néha egy-egy ág súrolja a testét, ahogy a férfi viszi magával tovább. Kinyitotta a szemét. Az aljnövényzet és a kemény föld messze alattuk maradt a mélyben. Körös körül az erdő hullámzó lombjai látszottak. Az óriás egyik fáról a másikra lendülve vitte magával, és Jane-nek úgy tűnt, mintha álmában újra átélné azt, amiben egyszer már része volt abban a távoli afrikai dzsungelben. Ó, bárcsak ugyanaz a férfi jött volna elérte, aki villámsebesen kígyózott át vele a sűrű zöld labirintuson nem is olyan rég. De hát ez lehetetlen, gondolta. Viszont ki másnak az ereje és ügyessége volna az egész világon elegendő ahhoz, hogy véghez vigye azt, amit ez a férfi most?
Lopva rápillantott az övéhez oly közeli arcra, és a rémülettől egy pillanatra elállt a lélegzete. Ő volt az. Az én erdei emberem, suttogta a lány. Nem, ez nem lehet. Biztosan lázálom. De igaz, Jane Porter, az ön vad, barbár ősembere kijött a dzsungelből, hogy megszerezze a párját. Azt a nőt, aki megszökött előle, tette hozzá már-már indulatosan. Nem szöktem meg, suttogta a lány. Csak akkor egyeztem bele, hogy elhajózzunk, amikor már egy hete vártuk, hogy visszajöjjön. Időközben túljutottak a tűzön. A férfi visszafordult a tisztás felé. Egymás mellett lépkedtek a ház felé. Ismét fordult a szél iránya, és a tűz megint visszafelé terjedt. Látszott, hogy még egy óra, és vége lesz az egésznek. Miért nem jött vissza? Kérdezte a lány. Darnót ápoltam, súlyos sebei voltak. Tudtam én, tudtam! Kiáltott fel Jane. A többiek azt mondták, hogy biztosan a feketék közé ment, hogy az ő népükhöz tartozik. A férfi nevetett. De ön nem hitt nekik, ugye, Jane? Nem. De hogyan szólíthatom? Kérdezte a lány. Hogy hívják? Tarzan a dzsungelfia volt a nevem, amikor megismert, mondta a férfi. Tarzan a dzsungelfia? Kiáltotta Jane. És az ön levele volt az, amelyre távozáskor válaszoltam? Igen, miért, mit gondolt kié? Nem is tudom, csak azt tudtam, hogy nem lehet az öné, mert Tarzan a dzsungelfia angolul írt. Ön pedig egy árva szót sem értett semmilyen nyelven. A férfi újra nevetett. Hát, hosszú história ez. Minden esetre én voltam az, aki leírta mindazt, amit nem tudott elmondani. Darnót azután még tovább bonyolította a dolgot, mert franciául tanított meg beszélni, nem angolul. Jöjjön, tette hozzá. Ugorjon be a kocsimba, utol kell érnünk az édesapját. Nem sokan lehetnek előttünk. Amikor az autó elindult, Tarzan azt mondta. Szóval, amikor Tarzannak, a dzsungelfiának szóló levélben azt írta, hogy más szeret. Lehetséges, hogy rám gondolt? Lehetséges, felelte röviden a lány. De hát Baltimore-ban, ahol annyit kerestem, azt mondták nekem, hogy mostanra talán már férhez is ment. Hogy egy Kenler nevezetű férfi azért utazott ide, hogy feleségül vegye. Igaz ez? Igen. Szereti? Nem. És engem szeret? A lány kezébe temette az arcát. Én eligérkeztem másnak. Nem tudok válaszolni a kérdésére, kiáltotta. Már válaszolt, csak azt mondja meg nekem, hogy miért akar férhez menni valakihez, akit nem szeret. Apám sok pénzzel tartozik neki. Tarzannak hirtelen újra emlékezetébe időződött az a levél, amelyet ellopott és elolvasott. Az abban szereplő név Robert Kenleré volt, meg a baj, amire a levél utalt, és amit akkor ő sehogyan sem tudott megérteni. Elmosolyodott. Ha az édesapja kincse nem veszett volna el, akkor is úgy érezné, hogy kötelessége beváltania ígéretét, amelyet ennek a Keller nevű férfinak tett? Megkérhetném, hogy oldjon fel adott szavam alól. És ha megtagadná? Eligérkeztem neki. A férfi nem szólt többet. A kocsi szédítő sebességgel kezdett el száguldani a hepehupás úton. Jobb felül a tűz ismét fenyegetni látszott. Úgy tűnt, hogy ha a szél ismét megfordul, az őrjöngő tűzvész elvághatja a menekülés egyetlen lehetséges útját. Végül túljutottak a kritikus ponton, és Tarzan csökkentette a sebességet. Gondolja, hogy kérjem meg én? Kockáztatta meg a kérdést Tarzan. Alig hiszem, hogy teljesíteni egy idegen kívánságát, mondta a lány. Különösen, ha az illető maga tart rám igényt. Terkosz kénytelen volt, mondta Tarzan zordalccal. Jane megborzongott. Félve pillantott fel a mellette ülő óriásra, mert tudta, hogy a hatalmas ember szabású majomról beszél, akit megölt az ő védelmében. Ez itt nem az afrikai dzsungel, mondta. És ön sem fenevad többé, ön most már úriember, úriember pedig nem öl hideg vérrel. A szívem mélyén még mindig barbár fenevad vagyok, mondta a férfi halkan, inkább csak magának. Kis ideig hallgattak. Jane, szólalt meg végül a férfi. Hozzám jönne feleségül, ha szabad volna? A lány nem válaszolt azonnal, de Tarzan türelmesen várt. Jane megpróbálta rendezni a gondolatait. Mit is tud ő erről a mellette ülő különös teremtményről? Mit tud a saját magáról?
Kicsoda egyáltalán? Kik a szülei? Hiszen már maga a neve is rejtélye származására és vad életére utal. Még neve sincs. Boldog lehetne ő, Jane, ezzel az árva dzsungel lakóval. Találna el valamilyen közös vonást önmaga és a férje között, aki egy afrikai vadonban a fák tetején élt idáig. Emberszabású majmokkal hancúrozott, viaskodott, és eledelét frissen elejtett prédája még reszkető lágyékából tépte ki. Erős fogaival marcangolta a nyers húst, és vicsorogva védte a maga adagját, miközben társai ott acsarkodtak és marakodtak körülötte a saját részükért. Fel tud-e ez a férfi valaha is emelkedni az ő társadalmi rangjára? Vagy ő, Jane, meg tudná-e barátkozni a gondolattal, hogy le kell süllyednie a másik színvonalára? Boldoggá tehetnie bármelyiküket is ez? Miért nem válaszol? Kérdezte a férfi. Nem akar megbántani? Nem tudok mit válaszolni, mondta Jane szomorúan. Azt sem tudom, hogy mit gondoljak igazából. Szóval nem szeret? Kérdezte a férfi szintelen hangon. Ne kérdezze ezt tőlem, meglátja, boldogabb lesz nélkülem. Nem önnek találták ki a társadalom merev kötöttségeit és illemszabályait. Terhesnek fogja találni a civilizációt, és kis idő elteltével újra vágyakozni fog régi szabad élete után. Azután az élet után, amelyre én ugyanolyan alkalmatlan vagyok, mint ön az enyémre. Azt hiszem, megértettem, felelte a férfi nyugodtan. Nem fogok többé előhozakodni a dologgal, mert számomra sokkal fontosabb, hogy önt boldognak lássam, mint az, hogy én magam boldog legyek. Belátom, hogy nem lehetne boldog egy majommal. Épp csak egy árnyalatnyi kis szomorúság érződött a hangjába. Ne, tiltakozott a lány, ne mondjon ilyet, nem ért engem. De mire folytathatta volna, egy hirtelen útkanyarulat után a kis falucska kellős közepén találták magukat. Clayton kocsiját pillantották meg maguk előtt. Körülötte pedig ott volt az a kis társaság, amelyet az angol hozott el a házból.